A szerda délelőtti edzésre készülődnek az MKC-s hölgyek, végre új otthonukban, az UFM arénában. A mosonmagyaróvári hölgyek eddig különleges helyzetben készültek a mérkőzésekre, hiszen Győrben laktak, és többnyire az Audi arénában, illetve Ikrényben tréningeztek. Az új csarnok elkészültével azonban szépen fokozatosan minden megváltozik. A bajnoki találkozók természetesen már átkerültek az UFM arénába, a héttől pedig az edzések is itt zajlanak. Nagyon jó érzés abba a csarnokba edzeni, ahol ezek után most már valójában a mérkőzéseket játszuk. Még apró kényelmetlenségek vannak, mert van, amikor ugye át kell járnunk még a jelenlegi lakóhelyről, Győrből, de én azt hiszem, hogy ez nagyon rövid idő alatt meg fog oldódni, tehát a klub vezetése mindenképpen azon van, hogy a napokban ez is megoldódjon, és akkor valójában teljes kényelemben tudunk készülni. A költözés talán a csapatnak is új erőt adhat. Kelleni is fog, hiszen a siófoki mérkőzés után össze kell szedni magukat a lányoknak. A balatonparti szereplés ugyanis nem sikerült túl fényesen. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit most érkeztünk el arra a holdpontra, amin át kell lendülnünk. Hétfőn ezt el is kezdtük, ezt a munkát. Mindenki úgy áll hozzá, hogy igenis pénteken be akarjuk mutatni, és meg akarjuk mutatni mindenkinek, hogy nem hiába kaptuk ezt a szép csarnokot is, és nem hiába költözünk ide, és vagyunk itt. Igenis nekünk itt a helyünk, és remélem, hogy ezt pontokkal fogjuk tudni bizonyítani. Március 10-én a Vác érkezik Mosonmagyaróvárra, akkor még biztosan nem játszhat a képen épp a padon pihenő Dombi Luca. A kiváló beállós részleges bokaszallag szakadás szenvedett az egyik edzésen, ám szerencsére nem esik ki túl hosszú időre. Ha minden jól alakul, akkor már a Kisvárda ellen újra pályára léphet. Nem mi vagyunk az esélyesek, de azt hiszem, hogy nekünk minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk. Mindenképpen megpróbálunk tisztességesen helytállni. Azért a Vác ellen, aki óriási meglepetésre az előző fordulóban az érdet verte maga biztosan. A Vác elleni találkozót jövő héten televízióban is megmutatjuk.